Teljesen hülye vagyok. A videó fő támogatója a Bravofon Kft. Köszönjük! Sziasztok srácok! Itt Zsomász, köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és ismét Minecraftozni fogok a Pocket Editionnel, pontosabban, és az előző részt, ami már hát nem tegnap volt, de nagyon szeretétek, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy elhozzuk a második részt, és szintén itthon vagyok, és a korábbi világot fogom természetesen folytatni. Hogyha nem láttad volna az előző részt, az sietek Minecraft Pocket Edition első részt, akkor link a leírásban, vagy az i betűnél megtalálod. Sose tudom, hol van, valamelyik sarokban megtalálod. Na de, nem is szeretem tovább húzni az időt, nézzük meg a világunkat. Sokat nem játszottam vele, és megígértem, hogy hát csak videóban fogom ezt játszani, tehát nem tudtam akkor még, hogy szeretnétek egyáltalán folytatást ebből az egészből, és hát szeretnétek, úgyhogy nézzük is meg a világunkat. Ki kéne találni, hogy mit szeretnénk csinálni. Azt hiszem van egy térképem. Itt van a térkép, szerintem el kéne menni felfedezni. Ott egy lávás rész van, ahol láthatjátok azt a piros pöttyöt. Ott azt hiszem találtam egy barlangot. Szóval azt most meg fogom nézni. Ó, szia, tehén. Levágjuk. Szia, gyere. Nem bántalak. Nem! Nem, ezt hogy kell használni? Nyugi. Ó, igen. Na, menjünk föl, szerelkezzünk föl a bányászásra, meg aludjunk egy jót, vigyünk fel. Miért tudok beszélni? Szedjük össze! Jó, nem. Történt semmi, jó? Oké. Okay. Ja, várj, nincs ágyunk? Nincs ágyunk? Á, nem, ez itt az ilyen mindenféle barkás rész lesz. Kell egy kis nyugi. Mondom, kell egy kis... Ne, ez nem volt ötlet, hogy fatetejére építeni a házunkat. Na! Hey! Hey, igen, amúgy még a... Na! Istenem! Zsombor! Szedd már össze magad! Esküszöm, hogy nem direkt csinálom. De szerintem jó lesz itt az egy, itt így. Így tökéletes. Na akkor indulás, kalandozni. Most a térképen meg kell találni, hogy hát merre is kell mennünk. Nem szeretem ezt a dzsungelt, folyton eltévedek benne. Ilyenkor mi van? Halló? Sétáltam, és egyszer csak így... Ebbe így... Így leestem. Nem kéne leesni. Lehet kellett volna vödröt hozni, és akkor elpusztítjuk a lávát. Van egy ötletem. Csak az kell kő. El is felejtettem, hogy mi volt itt. Hát szia! Hát gyémánt, hello! Gyere ide! Ó! Oh, mennyi gyémánt! Na jó! Mennyi volt? 8 gyémánt! Jézusom! Ez nagyon jó. Ez kifejezetten nagyon jó. Na, ássuk egy kis követ. Mindjárt meglátjátok, mit akarok itt bütykölni. Mindjárt látjátok, csak kell még kő. És elrontottam. És a lényeg az, hogy el akarom állítani a lávát. Nyilván vödör nélkül, de meg akarjuk tartani. Tehát, megtartjuk, de nem is. És ennyi. És eláll. És most benne van a lávánk, belefolyik. E bajukba. És itt véget ér. És a láva az itt... Ja, hogy az ott egy láva... Jó, hát ez nem jött össze a tervem. Viszont a vízzel nagyon vigyázni kell, mert ugye... El tud sodorni elég rendesen. Hát arra még van egy-két dolog, úgyhogy arra el kéne nézni. Bár arra is van, úgyhogy beszedjük szerintem a... különböző kőzeteket. Jó, azt itt muszáj volt lezárnom. Jó. Oké, és ennyi. Jó, szerintem, hát... Nézzünk tovább, mit szóltok hozzá, ha már itt vagyunk. Ó, és természetesen lemerült a fejhallgatóm. Szóval, most Creeper, most robbanj rám, most nem hallom. Próbálj meg nem meghalni, kihívás. Nem szeretnék 8 gyémánttal, az első gyémántjaimmal meghalni. Konkrétan. Tehát, hogy ez így nem lenne annyira kellemes, de szerintem, aki valaha Minecraftozott is talál egy gyémántot, az átérezni az érzést. Szerencsére még talán soha nem haltam meg Minecraftban gyémánttal magamnál, pláne nem az első gyémántjaimmal.
Úgyhogy szerencsésnek mondhatom magam, egy kis vas, lett volna jó. It was at this moment he knew. He fucked up. Baszki! Bocsánat! Annyira éreztem, hogy le fogok esni, annyira éreztem. És leestem. Na, gyerünk, ugráljunk. Haza kell jutnunk, tehát hogy nem hiszitek el, nagyon, nem tudom, vagy én vagyok ennyire béna, vagy szerintem nagyon nehéz az irányítás a pokitel is önnek. Na, nyugi. Oké, esküszöm, úgy érzem magam, mint egy ilyen akrobata. Közben semmi közöm hozzá. És jaj, kim vagyok. Na, hol add ide a térképet. Hol van? Itt van a térkép. Futás. Ne, hol vagy, mi volt ez? Ahaj, a vízi zombi. Fúj, utálom őket. És ott a házikó, de gyönyörű, de gyönyörű. Amúgy tényleg szép. Szerintem szép. Tudom, ti mit szóltok hozzá. Nem tudom, zombi agot adnának ki a madarak egyébként, nem tudom, vagy csak képzelődök. Na. Itt amúgy olyan áldozatok vagyunk a szkeletonoknak, hogy ne! Hihetetlen. Na, menjünk aludni. Mondjuk már nappalodik, de azért egy alvásod. Igen, csak éjszaka lehet aludni. Hát, jó, már nincs éjszaka. Akkor kraftoljuk meg az első gyémánt csákányunkat, ez az. És akkor jöhet a gyémánt. 5 darabunk maradt, akkor ezt szerintem ez egyelőre elrakjuk. Ide szépen a kis gyémánt. Én nem is ide szoktam rakni. Nem dobálom. Nem dobálozunk gyémántal, Na, akkor ide berakjuk a gyémántot, a vasot is. És tadám. Nem rossz. Vagy ez ilyen kis... Lehetne ez, tudom mi lesz itt. Ezt így hagyjuk. Annyit szeretnék csinálni tulajdonképpen egy gyors lejutás érdekében. Építeni egy ilyen, hát leugrót. Hogy építessek egy jó kis teraszt. Szóval, ezen a ponton azt mondom, hogy ígyni, és körbeépítem. Szépen földel, és akkor kijutunk ide, jó. És akkor lesz egy lyuk, mondjuk erre vigyázni kell. És akkor, hogyha valaki felmegy, és mondjuk fel kell az ágyból. Jó reggelt, irány dolgozni a munkába. És akkor egy hoppak, indulás munkába dolgozni. És csak itt tök jól lehet lenni, és akkor lehet kerítés, meg mindenféle elszaporációt csinálni a felső szintre. De hát ennyi félt bele ebbe az epizódba, srácok. Köszönöm szépen, hogy hát ma is velem tartottatok. Remélem, hogy élveztétek ezt a Minecraft Pocket Edition részt. Ha szeretnétek még ilyet, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, amíg nem tettétek volna meg. És kommentben várom azt, hogy hogyan szépítgessem tovább a világomat, mit szeretnétek még látni ebben a sorozatban. Úgyhogy ezt tényleg még a nagyon-nagyon a legelején tartunk, de akár egy egész végig játszás lehet belőle, bár eléggé bénázom, de ha valaki ezt szeretne nézni, akkor én annak nagyon örülök, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztek a videót, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, ezt már elmondtam, úgyhogy nem mondom, úgyhogy most csak kiköszönök, jó van Zsomac, ügyes vagy, sziasztok srácok, találkozunk a következő videóban, sziasztok! Teljesen hülye vagyok.